Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. A Sulizsák programban a Kisteleki Iskola is részt vett, melynek keretében március 18-tól gyűjtötték a gyerekek a megunt, kinőtt ruhákat, cipőket, amit csütörtökön vittek el a Sulizsák program dolgozói. Papné Guba Évától azt kérdeztük, hogy sikerült az akció. Véget ért a Sulizsák programban a ruhagyűjtés az iskolában. Hogy sikerült a gyűjtés, sokan hoztak be ruhákat? Igen, hát igazából az első szakasza ért véget, hiszen a ruháknak a behozatala az megtörtént az osztályok által, és az elszállítása is megkezdődött. De olyan sok adomány vagy ruha nem érkezett a családoktól, a szülőktől, hogy nem tudták egyszerre elszállítani, úgyhogy ez még a következő héten, jövő héten fog megtörténni a végleges elszállítás. Azt tudom, hogy az első körben 856 kg ruhanemű került elszállításra, és az én véleményem szerint még legalább kétszer ennyi van itt most az iskolában. Nagyon aktívak voltak a gyerekek és a szülők, és nagyon szépen köszönöm azt, hogy ezzel is támogatják a tanulóinkat, és azt gondolom, hogy ez valóban egy olyan jó cél a környezetvédelem szempontjából, az újrahasznosítás, a környezettudatosság szempontjából, amiért érdemes ezt évről évre megrendezni. A befolyt összeget mire fordítják az osztályok, van már elképzelés? Igen, ezt az összeget a Kistelki Általános Iskola Tehetséges Gyermekeiért Alapítvány kapja, és az osztályok a saját hozzájárulásuk függvényében fogják az alapítványtól megkapni. Ezeket jellemzően évvégi programoknak a lebonyolítására, itt fagyizásra, pizzázásra, vagy egy osztálykirándulás valamely program elemének a fedezésére szolgálják. Ugye kilónként 50 forintot kapnak a gyerekek, vagy a szülők, ezért az osztályok, ezért a behozott ruhamennyiségért, és ennek értékében fognak majd az alapítványtól ezt a juttatást megkapni. Mi a következő program, amiben a gyerekek aktivitására számítanak? A környezetvédelem kiemelt cél és kiemelt tevékenység egy általános iskolai életében, és próbálunk minél környezettudatosabb fiatal felnőtteket nevelni a gyerekeinkből. Erre ugyanúgy, ahogy otthon, ugyanúgy az iskolában is nagy hangsúlyt fektetünk, és lesz a környezetvédelemhez kapcsolódóan tavaszi papírgyűjtés is majd. Április, azt hiszem, hogy 16-17, de ezt pontosan ki fogjuk majd rakni az iskola honlapjára. Tehát ugyanúgy, mint az őszi papírgyűjtés során, itt az iskola udvarán két nap, az először az alsónak, utána a felső tagozatosok számára ismét meghirdetjük a papírgyűjtést. Általában az a tapasztalat, hogy az őszi papírgyűjtés az nagyobb mennyiségű hulladékot fog, vagy eredményez, de azért tavasszal is meg fogunk tölteni, biztos vagyok benne egy jó pár konténert, és ennek is a bevételét, az eredményét az osztályok megkapják, és az előbb felsorolt célokra, tehát az osztálykirándulásokra, vagy egy kellemes klub délután eltöltésére fordítják. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy ez őnekik is fontos, de mindannyiunknak az. Folynak a tavaszi munkák a városban. Nagy Sándor polgármestert kérdeztük a folyamatban lévő teendőkről, fejlesztésekről, változásokról. Lassan itt a tavasz. Otthon is az ember igyekszik a környezetét fölfrissíteni, rendbe tenni. Ugyanezt láthatjuk a városban, mindenfelé munkafolyamatok zajlanak, tisztítás, játszóterek körül munkálatok. Mit láthatunk, mit tudhatunk? Szoktuk mondani, még a régi öregektől halva, hogy húsvét előtt rendet teszünk a házunk körül. Én azt gondolom, ilyenkor a tavasz beköszöntével, igen, vannak olyan feladatok, ami elsősorban útrongálódások. Ezért láthatjuk azt, hogy szerte a városban kátyúznak a szakemberek, amiben természetesen mindenki türelmét is kérjük és megértését, de valóban egyfajta nagy takarítás is történik. Lehet azt látni, hogy vannak olyan utcák, ahol kérték mondjuk a szikkasztó árkoknak a kicsit rendbetételét, de oda is megyünk, akik nem kérték. Ezért a földárkoknál nagyrészt végigmegyünk. Befejeződtek már nagy befogadóknak a tisztítása, takarítása, és amit említettél, a játszóterek. A játszótereknél ilyenkor
minden évben át kell nézni szakemberrel, aki egyébként a minősítését adja a játszótereknek, mert amelyik nem rendelkezik érvényes minősítéssel, az gyakorlatilag veszélyesnek mondható, és nem használható. Ilyenkor ezt átnézik, kijavítják, lefestik, stb. Meg azt is láthatjuk, hogy a játszóterek karbantartásával egyre több használója is megjelenik. Én látom azt akár a főtéren, vagy akár más játszótereken, de itt a hivatalban is, hogy hál' Istennek egyre több gyerek, egyre több gyerekes anyuka, apuka megjelenik a saját kis családjával, és valóban ez arra van kitalálva, hogy ezt használják. A biztonságosá tétel mellett két játszótéren újítások is történtek, egyik helyen egy kerítés, a másik helyen pedig bővítés. Látom azt, hogy nehéz erről nyilatkozni, mert ha a játszótér mellé építünk egy kerítést, akkor rögtön jön a kritika, hogy biztos azért csinálják, mert jön a választás. Sövény van a játszótér mellett, meg árok. Mégis azt láttuk, hogy nem nagy tömegű, áttetsző, de a biztonságot növelő, hogy még véletlen se fordulhasson elő az, hogy egy kisgyerek csak akár az árok felé elinduljon, nagy Isten az út felé átmászva erre. Természetesen azt gondolom, soha nincs ennek felügyelet nélkül, de ez kicsit zártabbá és kicsit biztonságosabbá teszi. Nagy részét meg tudjuk csinálni magunk, és így azt gondolom, hogy nem a választások miatt, mert ez csinálna az ember, akkor nem is kéne semmit csinálni, de alapjában véve szerintem ez egy jó célt szolgál. A héten történt egy jó hír is, szintén a kisgyerekeseket érinti. Mit tudhatunk erről? Szerintem nagyon jó hír. Te vagy a megmondhatója, hiszen te vagy a projekt felelőse, hogy közel másfél éve, mikor azt láttuk, hogy még további férőhelyekre van szükség a bölcsődés korosztálynak, még több szülő úgy gondolja, hogy szeretné már bölcsődébe beíratni a kisgyereket, és azonnal akkor megragadtunk egy pályázati lehetőséget, és egyből nem egy, hanem két csoportos bölcsődét céloztunk meg, ami vadonatúj épület, vadonatúj melegítő konyhájával, vadonatúj játékaival, bővítményeként jelenik meg a jelenlegi óda és bölcsödénknek. 100%-os forrást nyertünk rá, megkaptuk a hivatalos forrást, és én azt gondolom a közbeszerzés kiírása után nagyon-nagyon remélem, hogy a nyáron ezt már el tudjuk kezdeni, és nagyon-nagyon remélem, hogy a következő időszakra ez kész is lesz. Nem beszélve arról, hogy kerestek meg olyan helyi lakosok, aki majd most végez a Kossuth Zsuzsába, és szeretne Kisteleki bölcsödébe, mint gyerekgondozó dolgozni. Már keresett meg olyan, aki ugyan nem ezen a területen dolgozik, de ez a végzettsége, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha lesz ilyen hely, akkor mehessek a gyerekek közé vissza. Tehát két irányú a dolog. Egyrészt több új kisgyereknek adhatunk lehetőséget, másrészt pedig több olyan helyinek, akinek ez egyébként munka helyet is jelentett. És összességében hány kisgyerek ellátására lesz itt lehetőség? Egy bölcsődei csoport az gyakorlatilag 12, ezért 2x12, az további 24, jelenleg járunk 36-nál, plusz ugye van a két bóbitások, két mini csoport, tehát hogyha három év alattiakat nézzük, akkor gyakorlatilag két bóbita, jelenleg három bölcsöde, és ehhez jön még két bölcsődei csoport. Én azt gondolom a mostani tudásunk szerint, hogy bőven kiszolgálja azt az igényt, ami most az elmúlt időszakban jelent meg, és várhatóan meg fog jelenni. Jövő héten megkezdődnek a húsvéti programok a város főterén. A részletekről Remzső Fanni rendezvényszervezőt kérdeztük. Március 27-én rendezik meg a Városi Nyuszi Napot. Milyen programok lesznek a rendezvényen? Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Kistelek TV nézőit, így igaz március 27-én tartjuk meg a városi húsvéti családi délutánunkat. 2 órakor fog kezdődni a programsorozat, bent a művelődési házban egy bűvész fog előadást tartani a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek is. Ezt követően 15 órakor Bradanovics Bernadett előadásában tavaszi zsongás Dettivel, ez egy ilyen táncos, éneklős, mondókázós program lesz a gyerekeknek.
Ez körülbelül 50 percig fog tartani, tehát 15 óra 50 perckor. Kezdetét veszi a Nyuszi Selfie eredmény hirdetés. A Kistelekváros hivatalos oldalán meghirdettünk egy nyereményjátékot, ahol lehet szelfizni a nyuszikkal, és ezt a fotót be lehet küldeni a város oldalára, és ennek lesz egy eredmény hirdetése. Ezt követően 16 órakor a Cseperedő Gyermekegyesület jóvoltából egy meseelőadást tekinthetünk meg, melynek címe Lacika locsolkodik. Ezek után pedig reményeik szerint a húsvéti nyuszi elrejti a kincseit itt a Szent István téren, és 16.30-tól kezdetét veszi itt a téren a tojáskeresés. Mindeközben vásári forgatag, illetve bárány és nyuszi simogató, és a helyi nyugdíjas klub jóvoltából kalácsütésre lesz majd lehetőség. A tavaszi fáradtság mindannyiunkat megvisel kisebb-nagyobb mértékben. A kígyógyógyszertár munkatársa, dr. Kónya Viktor hasznos tanácsokat adott ennek a jelenségnek a leküzdésével kapcsolatban. Mi az oka a tavaszi fáradtságnak? Kettő okról beszélhetünk. Az egyik, ugye véget ér a tél, és ilyenkor szervezetünknek az energia, illetve vitamin raktárai nagyon kiürülnek. Emiatt érezzük magunk fáradtnak, letargikusnak, gyengének, ezért nem akarunk kimozdulni otthonról. A másik dolog pedig, ugye télen hozzászokunk az, hogy kevés napsütéses óráknak a száma, és emiatt van egy ilyen hormonális változás a szervezetünkben, tehát arról van szó, hogy a melatonin szintünk télen magas, ilyenkor sokkal úszékonyabbak, fáradtabbak vagyunk, és ez egy természetes reakció egyébként a szervezetünk részéről, hogy adaptálódik a több napsütéshez, az produktívabbá, aktívabbá válunk. Mit tehetünk a tavaszi fáradtság ellen? Első és legfontosabb, törekedjünk a vitaminraktárak újra feltöltésére. Ezt elsősorban a táplálkozással tudjuk elérni, tehát nem lehet kellően hangsúlyozni, hogy a legfontosabb a kellő mennyiségű zöldség, gyümölcsbevitel, ezen kívül a folyadékfogyasztás, illetve sportoljunk sokat, és nem egyszerűen maga a sport, hanem szabad téren történő testmozgás. Sétáljunk, kiránduljunk, fussunk, bármit, amit a napfényben tudunk eltölteni. Ez nagyon fontos, ugyanis télen ugye nem kapunk elegendő napsütést. Ezt mindenképpen tudom javasolni. Illetve a másik dolog a rendszeresség, tehát hogy időben feküdjünk le, lehetőleg 11 óra előtt, legyen meg a napi 7-8 óra kielégítő alvás. Tehát a legfontosabb az életmód, illetve azért manapság már sajnos, vagy nem sajnos, szükség van bizonyos immunerősítő, étrendkiegészítők, egyéb dolgoknak a fogyasztására is, hiszen nem tudjuk kellő mértékben a táplálékból ezt pótolni. Úgyhogy néhány étrendkiegészítőt, főként szezonálisan érdemes fogyasztanunk. Milyen fajta étrendkiegészítőket lehet választani? Elsősorban vitaminok, tehát C-vitamin, illetve a legfontosabb, vagy legkiemelendőbb most az a D-vitamin. Számos ajánlás létezik, korábban 2000 nemzetközi egységet ajánlottak, most azért már inkább a 4000 nemzetközi egység, ami az ajánlott, vagy akár ennél több is. Különböző ásványi anyagok, nyomelemek, tehát a cink, szelén, ez hasonlók mind nagyon-nagyon fontosak. Illetve alvási problémákra alapvetően úgy gondolom az első lépés az étrendkiegészítő választás, de hogyha indokolt és ajánlott, akkor erre is találunk nagyon jó gyógynövényeket, gyógynövény alapú készítményeket, amelyeket nyugodtan tudunk alkalmazni, rövid vagy akár hosszú távon is. Mire figyeljünk az étrendkiegészítő választásánál, illetve alkalmazásánál? Elsősorban, hogy honnan vásároljuk ezt a készítményt, tehát az internetről, egyéb megbízhatatlan helyekről vásárolt termékeket kerüljük, illetve amik csodát ígérnek, azokat is, hogyha lehetésünk van, akkor ne fogyasszuk. Hogy honnan válasszunk, gyógyszertárunkban, vagy bárhol rengeteg fajta készítmény áll rendelkezésünkre. Ha lehet, akkor válasszunk gyógyszert, gyógyszernek minősített készítményt, azok a legmegbízhatóbbak, és egyébként árértékarányban is egészen jók, de az étrendkiegészítő paletta is egész széles. Illetve, hogy mire figyeljünk,
Tehát lehetnek olyan állapotok, legyen szó akár cukorbetegségről, magas vérnyomásról, egyéb problémákról, amikor azért oda kell figyelni, akár egy gluténérzékenységről, vagy pedig egy vegán fogyasztóról, nem mindegy, hogy milyen fajta készítményt szed. Tehát mindenképpen jöjjön be, informálódjon, kérdezzen, nagyon szívesen segítünk, hogy mi az a készítmény, amit tényleg akár egy cukorbeteg paciens is nyugodt szívvel fogyaszthat, vagy bármi más problémával küzdő személy. Léteznek olyan állapotok, akár műtét után, vagy pedig akár egy terhesség, amikor kifejezett figyelmet kell fordítani arra, hogy mik a nélkülözhetetlen, illetve mik a tiltott szerek ezekben az állapotokban. Itt is fontos, hogy az orvossal, illetve gyógyszerésszel konzultáljunk, és akkor az ő ajánlásaikat követve válasszuk ki a nekünk szükséges méretkiegészítőket, vitaminokat, gyógyszereket. Sokakban felmerül az a kérdés is, hogy ők mondjuk többfajta gyógyszert is szednek, és akkor emellé lehet-e nekik, vagy érdemes étrendkiegészítőt fogyasztani. Általánosságban azt tudom mondani, hogy igen, a kettő nem zárja ki egymást, sőt, sok esetben kell is valamilyen kiegészítő terápia, amit vagy az orvos, vagy pedig itt a gyógyszerész javasol. Hozzá kell tenni, hogy ezek az étrendkiegészítők sem veszélytelenek, nem véletlenül tartalmazzák az ajánlott, illetve maximális napi adagot. Tehát itt sem szabad túlzásba esni. Nyilván ezek közel sem rendelkeznek olyan veszélyekkel, mint egyes gyógyszerek. Amit ajánlani tudok, hogy első lépésként, és ez egy tényleg megkerülhetetlen dolog, az életmód a legfontosabb. A betegségek elkülülése miatt is, vagy bármilyen állapot leküzdésében a legfontosabb az életmód, a táplálkozás. Ezt nem tudjuk megkerülni. Ha van lehetőségünk, akkor választjuk a természetes úton, a helyi termelőktől beszerezhető termékeket, zöldséget, gyümölcsöket, gyakorlatilag bármit. Viszont figyeljünk oda arra, hogy szezonálisan bizonyos étrendkiegészítőket azért fogyasszunk, illetve ez alapján csak azt akarom kiemelni, hogy az étrendkiegészítők egyáltalán nem helyettesítik a normális táplálkozást, életmódot, hogy a nevében is benne van, ezek csak kiegészítésként szolgálnak. Mindenki mérlegeljen, és saját lehetőségéhez híven válasszon olyan készítményt, amely ő indokolt, illetve meg is engedheti magának. 3 évvel ezelőtt olvadt bele a Kisteleki Kézilabda Klub a Tiszavonán SC-be. Az U11-es korosztály az elmúlt időszakban jól szerepelt, ennek okairól és az utánpótlás nevelés sajátosságairól is kérdeztük Mihálfi Katalin utánpótlás edzőt. Március 9-én 2 mérkőzést is játszott a Tiszavolán SC kézilabda utánpótlás csapata. A lányoknak mindkét mérkőzést sikerült megnyerniük. Minek köszönhető a győzelem? Nagyon jól sikerült ez a 2 mérkőzés, nagyon hatékonyak voltunk a támadásban, nagyon sok gólt lőttek a lányok, és a védekezést, ami nagyon jól sikerült. Összedolgoztak, a nagyobbak segítették a kisebbeket, úgyhogy így sikerült megnyerni mind a 2 mérkőzést. Általában a Kisteleki iskolából toboroznak gyerekeket, vagy vannak a környező településekről is? Elsősorban a Kisteleki általános iskolából, de a környékbeli például Sándorfalváról jönnek hozzánk, ópusztaszerről jönnek gyerekek. Ugye 3 évvel ezelőtt beolvadtunk, mint Kisteleki Kézilabda Klubba a Tiszavalán SC-be, és összeszedik a gyerekeket környékbeli településekből, és a kisebb korosztály még az általános iskolába edz, a kicsit nagyobbak, az U10 és a 11-esek, pedig itt a sportcsarnokban. Hogy éreztétek magatokat a versenyen? Jó volt. Szerintem is jó volt. Hány gólt dobtatok? Összesen 40-et. Igen, 40-et. Milyen sajátosságai vannak az utánpótlás kézilabdának? Hát a kézilabdának, mint labdás küzdősportnak az alapja ugye az atlétikai mozgások, természetes mozgások, ugrás, futás és a dobás. Kis korosztályban az U8-as, U9-es gyerekeknél ugye először ezt tanítjuk meg, tehát lerakjuk az alapokat, és akkor utána ügyességfejlesztés, nyilván itt a sáncolás, ütközést tanítjuk, tehát az rengeteg egy elleni játékok vannak, küzdőjátékok, és utána megtanítjuk ugye a szabályokat ahhoz, hogy mérkőzéseket tudjunk játszani, a labdavezetés szabályát, lépés szabályát, és
szépen így építjük fel, technikai elemeket és aztán a taktikát tanítjuk meg nekik. Mikor lesz a következő mérkőzés? Milyen eredményt várnak? Következő mérkőzésünk március 24-én vasárnap lesz Szegeden, a Fodor József szakközépiskolában, ahol általában úgy van, hogy egy mérkőzés napon kettő mérkőzést játszunk, kétszer 15 perc a játékidő. Vannak nagyon erős nagy különbségek vannak itt a csapatok között ebben a korosztályban. Vannak, akik teljesen szinte kezdők, vannak, akik pedig már majd, hogy nem profi szinten játsszák a kézilabdát, mint például a PC Trade csapata nagyon fölényesen nyerik a mérkőzéseket. Aki szeretne kézilabdázni, hol jelentkezhet, mikor vannak az edzések? Hát attól függ, hogy milyen korosztály. Az U8, U9-es lányoknak az iskolában van, általános iskolában tartja a Bukor Csilla kolléganőm az edzéseket, ő is testnevelő tanár. Az egyen nagyobbaknak, a 10-es, 11-es korosztálynak pedig én tartom, itt a sportcsarnokban, hétfőn, pénteken a sportcsarnokban, szerdán pedig az általános iskolában, és Juhászné Ungi Katalin edzőtársam, ő pedig az U12-es korosztálynak hétfő, szerda, péntek 3-tól fél 5-ig tartja az edzéseket. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben megismerkedhetnek a jelnyelvet tanuló diákokkal és tanárukkal, bepillantást nyerhetnek a makaronkészítés titkaiba. A műsorban fontos információkat foglal össze dr. Lánc Adrián a vastagbélszűrés kapcsán, és megtudhatjuk, milyen tudatalatti minták uralják evési szokásainkat. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!